Jó estét, Magyarország! Nem Hanni Bea vagyok, a Happy MTV egyik riportere. Megígértem, hogy élőben fogok jelentkezni, és őszintén bevallva ez komfortzónán kívüli. De ha már megígértem, nem fogok csinálni a számból. Fiamat megkértem, hogy videózzon, ezt még gyakorolni kell. Amit szeretnék nektek elmondani, hogy ezt az időt, a koronavírust és a karantént a legjobb arra kihasználni, hogy felülírjuk az elmúlt éveket, a hibáinkat és a sérelmeinket, vagy a vélt sérelmeinket. Fontos, hogy megbocsájtsunk saját magunknak és azoknak, akik szerintünk elkövették azokat. Én ezt a könyvet olvasom most, a Megbocsájtás könyvét. Szerintem tök jó, hasznos. Nekem is nehéz megbocsájtani, én is tanulom, de nagyon rajta vagyok, és egyre jobban haladok. Van két dolog, amit szerettem volna régóta elmondani. Itt van az, hogy megvalósíthatsz mindent, amit csak szeretnél. Az lehetsz, aki mindig is lenni akartál, minden rajtad múlik, csukd rá az ajtót a múltadra, mert van egy új ablak, melyet kinyithatsz a jövőd számára. Ezt érdemes jól belevésni az agyunkba, és nem csak az agyunkba, hanem a szívünkbe is. Nem titok, hogy elég kemény sérelemért, és rosszul esett, hogy szerettem volna egy online tévét, a Csokibe a tévét 2012-ben, és sajnos a volt társam úgy gondolta, hogy nincs itt az idő, és itt a bizonyíték rá, hogy egy bíróica tévét csinált belőle, átkeresztelte. Nem igazán tudtam hova tenni, és nem tudtam kiállni önmagamért, ezért ezt évekig cipeltem, ezt a terhet. Most már 2020-ban itt az ideje, én eldöntöttem, hogy kiállok önmagamért, és nem csak magamért, hanem szeretnék mindazoknak segíteni, akik hajlandók változtatni az életükön, érte valamilyen sérelem, és azt mondják, hogy elég, nem akarnak ezzel tovább élni, letészik a lantot, és egy új életet kezdenek. Tehát én azt kívánom nektek is, magamnak is, hogy lépjünk túl mindenen, mert tényleg ez az idő, ez tényleg arra van, hogy írjuk fel, és legyen egy happy end a vége. Köszönöm szépen a figyelmeteket, itt a kis piros könyvecském, nagyon sokan nem látták, de lesz idő, amikor sokan meg fogják nézni, és akkor emlékezzetek a kedvenc. Mi is a kedvencünk, Eduka? A boomerang elv, az a kedvencem. What you give is what you get. Amit adsz, azt kapod vissza. Tehát ezek szerint éljük az életünket. Itt van jó kis könyvecske, tök jó programokkal, most ezt nem mutatom meg. Április 1-én, tehát holnap után kezdődik, ha még nem volt el éjfél, akkor kezdődik a kísérleti nyúl projekt. Ez is egy homemade reality. Örülök neki, hogy a TV2-nél ma láttam, hogy mi van most, hogy Maradj otthon kezdődik náluk is egy doku reality. Imádom a doku reality-ket, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Addig is a héten nézzétek, én is nézem az Exatlont, ugyanis négyszer fog küzdeni a mi csapatunk, négy magyar összefogás. Áldás, békesség, szeretet, bőség, egészség. Amen.